Minden rituáléval kezdődik általában egy Muay Thai mérkőzés. A puszta kezes harcművészet mérkőzésein ma már a sportolók egységesített szabályok szerint ökölvívó kesztyűben és védőfelszerelésben küzdenek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2021-ben ismerte el teljes jogú sportként. A Muay Thai mellett K1-ben mérkőztek meg egymással a sportolók a Super Fight Series Hungary gálán, amelyet már 10. alkalommal rendeztek meg. A jubileumi találkozónak Székesfehérvár és a Köfémcsarnok adhatott otthont. A gálának pedig üzenete is van. A sport mindenek előtt. A sport nevelő hatása az nagyon fontos, és tulajdonképpen teljesen mindegy az, hogy a fiatalok milyen sportban élik meg magukat. Önfegyelemre, nagyon sok hasznos tulajdonság megszerzésére használható úgymond a sport. A gálán 12 meccsen szurkolhatott a közönség. A szervezők mindig a hazai harcosokhoz választják ki a hozzájuk erőben illőeket. A hazai versenyzők közül mindenképpen Tóth Csaba a fő mérkőzés. Tóth Csabi a Super Fight Seriesnek állandó versenyzője, és még nem hagyta el vereséggel a ringet. Nagyon bízunk benne, hogy tartja ezt a jó szokását. A hölgyek közül a Nardellotti Ajsa, aki a világjátékokon bronzérmet szerzett néhány hónap ezelőtt, őnek is egy izgalmas mérkőzés néz ki. Muay Thaiban többek között Petrényi Botond és Pavelka Dominik küzdött meg egymással. A meccs végén Petrényi Botond keze lendülhetett a magasba, ő nyert. A nők K1 mezőnyében Adler Netti és Jana Rajkovics mérkőzésén utóbbi diadalmaskodott. Forgó Zalán és Tomás Karel Barták meccsén Muay Thaiban előbbi nyert. Az est egyik legjobban várt K1 küzdelmében Nardellotti Ajsa bizonyult jobbnak ellenfelénél, Gordana Stankovics ugyanis feladta a meccset.